Évek óta népszerű a házi sütemények bemutatója és kóstolása a múzeumok éjszakáján, a Visi Károly Múzeumban. Tavaly lekváros édességeket vártak, most viszont kimondottan túrósat. A múzeumok éjszakájának a napja az ugye mindig június 24-e, ez legközelebb eső szombat. Mivel szombatra esik, akkor most június 24-e ez ide esztendő, ugye Szent Iván napja éppen szombatra esik, tehát ekkor kerül kiállításba, hát kicsit idézőjelbe kerül, hiszen nagyon gyorsan elfogyasztják a vendégek, hál' Istennek ezeket az alkotásokat, fogalmazzak így. Tehát június 24-ig lehet jelentkezni a múzeumban, addig kell behozni délutánig. Két dolgot kérünk, egy olyan szépen kidíszített tálat kérünk, ami bekerül a kiállításba is, amit értékelnek, és emellé pedig még egy tányérnyi olyan fölajánlást, amit utána megvásárolhatnak a múzeumlátogatók. Ahogy szoktam mondani, egy-két óra alatt minden elfogyik, amit hoznak az asszonyok, tehát vannak, akik kimondottan ezért érkeznek a múzeumba, hogy ezeket a süteményeket megkóstolhassák. A beküldött receptekből a tervek szerint egy szakácskönyv fog kikerekedni. Évek óta próbáljuk összegyűjteni itt a múzeumok éjszakája ürügyén a környékbeli receptöket. Ugyan először azt gondoltuk, hogy a régi receptöket gyűjtjük össze, de hát a mai sütőfőző asszonyok azok csúnya módon új recepteket is sütnek, főznek, és hát azt gondolom, hogy nem fogjuk ezt kizárni, tehát bármilyen recepten jelentkeznek, ha szívesen veszük. Persze ott lesznek a régi receptek is benne, ezeket majd idővel szétválogatjuk, és a hosszú távú terv persze az, hogy ebből majd egy receptkönyv is megjelenik itt a múzeum kebelibe. Ugye ez egy nagyon nagy munka, ezeket utána újra meg kell sütnünk, meg kell főznünk, meg kell fényképezni, tehát egy nagyon nagy macerás munka. De én azt gondolom, hogy megéri, mert egyrészt megőrizzük a régi hagyományos ételeinket, másrészt pedig azért úgy látom, hogy mindig vannak olyan sütőasszonyok, akik szívesen mutatják meg másoknak a tudásukat, azokat az ízeket, amiket esetleg csak ő tud legjobban elkészíteni, és mindig van azért 10-15-20 olyan vállalkozó szellemű asszony, aki hoz nekünk süteményeket, kácsikat, kalácsokat, rétesöket, éppen mit hívunk, vagy mit írunk ki a fölhívásba. Idén a zsűri is változik, hiszen a Kalocsai Vagyonhasznosító Kft. Hölgytagjai lettek felkérve a zsűrizéshez.